A Mecseki Fotóklub tiszteletbeli tagja 2013 óta Aknai Tamás művészettörténész. A jubileumi kiállításon gondolatait osztotta meg az egybegyűltekkel. Különös látószögből értékel, hiszen egyrészt belülről látja a klub életét, művészeti tevékenységét, a fotózást, és mégis most kívülállóként kell neki értékelést tennie az alkotásokkal kapcsolatban. Nagyon belülről kell néznem nekem ezt a vállalkozást, holott hivatásom szerint talán a kívülről látás volna az igazán funkcionális megoldás ebben a helyzetben. Ezt a kettőt különös kaland, kísérlet vegyíteni, belül lenni, látni azt, hogy mi történik a csapatban, hogy milyen belső folyamatok alakítják az ő történetét. Legutóbb 5 évvel ezelőtt ünnepelhettük a 60. születésnapot, meg is tettük azt, és azóta mi történt? Mi történt a világban, mi történt bennünk, mi történt a szakmában, mi történt a fotográfia státuszával. Szóval ez a kiállítás azért rejtetten nem szóról szóra, és nem a homlokunkba, de kimondja azt, hogy óriási változások játszódtak le, óriási változások a fotográfiát körülvevő művészetekben, amelyek, ha megtehették, minden helyzetben loptak a fényképtől. Az egész világot, a világ egyetemes kultúráját a fotográfia tanította meg a modern művészetre. És amit mi itt képzőművészetként, szobrászatként, festészetként látunk, az kézenfogva alakul ma már a fotográfiával. Menekülésben is van fotográfia, ugyanakkor fel kell vállalni az újításokat is, amelyeket a modern technológia, az információtechnológia létre tudott hozni, mondja a művészettörténész. Szerinte nagyon érdekes ebben a társaságban a nemzedéki megoszlás is. Fotográfia is rengeteg mindent átvett a kortárs művészet különböző minőségeiből, és ezért az ő alkata is megváltozott a klasszikus eredeti képhez képest. Na most ez a kiállítás, bár ezt idézőjelben mondom, kicsit szomorúan, vidéki viszonylatban, de rendkívül élesen és jó minőségű művekkel mutatja be azt a folyamatot, amelyben a képzőművészet más irányzatai hatással vannak, a gondolkodás más természete és más módszerei hatással vannak a fényképezésre. Nem is szólva mondjuk a technikai újításokról, azokról a ma már a fénykép előállításában megkerülhetetlen szoftverekről például, amelyekkel hatások ezreit lehet létrehozni, úgy, hogy ezekért 50 évvel ezelőtt heteket töltöttek éjszakai sátorban olykor fotográfusok, hogy az a bizonyos hatás bekövetkezzen. Ma ez egy egérbillentyű nyomásával előállítható. Tanulságos az, és figyelemre méltó, talán következtetéseket is lehet ebből kivonni, hogy a döntő többsége a klubnak már nyugdíjas korú. Miképpen a klub maga is a nyugdíjas korba lépett, és ez azt jelzi, hogy a fiatalok, akikben nem szűnik meg az alkotókedv és a kíváncsiság is kellő intenzitású bennük, de nem ezeket a kereteket és formákat találja a legcélra vezetőbbnek, az ideáinak a megvalósítása érdekében. Déri Judit a Mecseki Fotóklub jelenlegi elnöke. Ő maga is hosszú évek óta tagja, alkotója a társaságnak. A klub 65 éves jubileuma alkalmából éppen 65 fotó látható a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban, ahol a kiállítást megrendezték. Már gyerekkoromban voltam tulajdonképpen, de az még csak fényképezés volt. Édesapám annak idején a Mecseki Fotóklub tagja volt, úgyhogy ő díjázott intenzíven. Úgyhogy én már otthon tulajdonképpen a sötét kamrába az apu mellett nézegettem, hogy mit, hogy csinál. És hát én már akkor kaptam fényképezőgépet, és hát fényképeztem, és aztán 2011-ben nyertem felvételt a Mecseki Fotóklubba, úgyhogy hát ennek nagyon örültem, hogy ide bekerülhettem, és hát akkor kezdődött el az igazi fotózás számomra, mert hát aztán ugye a filmes korszakból az ember áttért a digitális fényképező gépekre is, és hát az is egy új technika, újat kellett tanulni, és hát a klubban nagyon sokat lehetett tanulni. Szóval nekem is megváltozott a szemléletem, a totál képek helyett már részleteket fotóztam, egyre többet, és
Hát aztán elkezdtem pályázni, és tulajdonképpen nemzetközi pályázatokon, magyar fotópályázatokon, úgyhogy hát így haladtam előre. 47-en adtak be képeket a kiállításra, 31 művész mutatta be itt most alkotásait. Nem volt megkötött, meghatározott tematikája a tárlatnak, mindenki a saját maga által gondolt témából merített, készített művét küldte be a jubileumi kiállításra. Az alkotók tehát szabadon választott témákkal dolgoztak fel fotóikkal. Azt kértük a klubtagoktól, hogy az utóbbi 5 évben az ő által a legjobbnak ítélt fotóját hozza el a fotóklubba, azt hiszem maximum 5-öt vagy 10-et lehetett, pontosan most már nem emlékszem rá, és ezt egy zsűri, aztán egy szakmai zsűri válogatott, és hát az volt tulajdonképpen a feltétel, hogy 65 kép jöjjön össze, 65 jó kép, hát általunk jónak ítélt kép, és így aztán tulajdonképpen az is egy feltétel volt, hogy mindenki, aki bead képet, legyen képe kiállítva. És szerencsére az első körben sikerült is úgy összehozni ezt a kiállítást, hogy nem kellett pluszba bekérni képeket, hogy ez nem jó, vagy adjon másikat, hanem tényleg egy jó anyaggal jöttek a klubtagok, és hát így sikerült a 65 képet. Van, akinek 4 képe van, van, akinek 1 képe van, de mindenki képe ki van állítva. Én inkább épületeket, tájat fotózok, úgyhogy hát én, amit hoztam, az tulajdonképpen mondhatnám, hogy ahhoz kötődő képek, ezeket szeretem. A tárlat december 1-ig megtekinthető.